azt veszik alapul, hogy 60 percet ember előnybe játszottunk, akkor azt gondolom, hogy le kellett volna hoznunk ezt a mérkőzést akár egy gólos győzelemmel. Itt azt gondolom, hogy a vége fele közel álltunk hozzá, azért voltak lehetőségek, és ugye a Csali játékosok is azzal a céllel álltak be, hogy a szélső beadásokból esetleg beadások révén gólt tudunk megszerezni. Szerintem a következő mérkőzésekben hozni kellene a győzelmeket, és akkor nem kell tovább izgulni. Mentalitásból jelesre vizsgáztak a játékosok, nem jelesre, tízesre. Nagyon-nagyon elégedett vagyok azzal, amit hozzáállásban láttam ezen a mérkőzésen, hiszen nem csak emberhátrányba kerültünk az első fél időben, hanem a második fél időben a nagy szél miatt majdhogy nem lehetünk lefelé játszott a Kisvárda ellenünk, úgyhogy tényleg le a kalappal a csapat teljesítmény előtt. Bízom a játékosokban, mindenki felé egy megelőlegezett bizalom van nyárig. Ma sokan éltek ezzel a bizalommal, mindenkinek a saját kezében van a sorsa. A játékunk rendben volt, a védekezést nagyon jól megoldottuk, sőt egyszer-kétszer nagyon jól jöttünk ki kontrából, amiből meg volt a lehetőségünk már az első fél időben is, hogy esetleg gólt szerezzünk, de a második fél időben mindenféleképpen, hogyha Szaszának az oldal hálójára gondolok, hogyha azt jól eltalálja, abból gólnak kellett volna születni. Én úgy gondoltam, hogy a kiállítás után ki tudjuk használni a létszámfölényünket, és akkor tudunk gólt szerezni, ezért meg is tettünk mindent a cserékkel is, de hát nem sikerült, viszont én azt gondolom, hogy a Videóton ellen egy pontot szerezni, és azért a mi helyzetünkben egy nagyon jó dolog.